Köszöntöm a kedves nézőket! Az elmúlt alkalommal a GPS, vagyis a műholdas tájékozódási technikáról, navigációról beszéltünk, és arról, hogy mindenkinek az életében szükség van egy újratervezésre, élő kapcsolatra az élő Jézussal. Előfordul, hogy a hétköznapi életben, amikor GPS-szel tájékozódunk, azt tapasztaljuk, hogy időközben átépítették az utakat. Régiek megszűntek, és újakat építettek, és ehhez, ahhoz, hogy ne tévedjünk el, és így is megtaláljuk az úti célt, szükség van arra, hogy a térképnek mindig a legfrissebb verzióját lássuk. Ehhez állandó kapcsolatra van szükség. Sokaknak kérdés az, hogy a mai világban lehet-e a keresztény felfogás és értékrend szerint élni. Nem az van-e, hogy ez egy régi térkép, ez egy idejét múlt ügy, és ma már megváltozott a világ körülöttünk annyira, hogy ez nem segít bennünket a tájékozódásban. Másféle világszemléletre van szükség. Hát hogyha a keresztény hit pusztán szokásokból és külső keretekből áll, akkor valóban mondhatnánk ezt. Régi szokások a régi időkhöz tartoznak, új időkben új szokásokra van szükség, és éppen ezért nem volna sem okos, sem pedig lehetséges eligazodni ebben a világban, vagy megkísérelni a világban régi térkép alapján tájékozódni. De mivel a keresztény hit elsősorban nem szokásoknak a halmaza, hanem élő kapcsolat egy élő személlyel, Istennel, és csak másodszorban ebből következően egy világnézet, természetes, hogy nem csak hogy okos dolog, de kifejezetten szükséges, hogy a változó világban mindig a legfrissebb verzió szerint nézzük a dolgokat. Mondhatnánk azt is, hogy nincsen napra készebb ebből a világból, mint maga Isten. A legfrissebb verziót őtőle kapjuk meg a megváltozott világban is az eligazodáshoz. A világnézetünk az, ami az életünk, a munkánk, a családunk, a kapcsolataink eredetéről, rendeltetéséről és céljáról eligazít bennünket. Ennek aztán mindenre kihatása van. Na most gondoljuk csak meg, hogyha valahova utazunk és valahol rossz irányba kanyarodunk, akkor nem szoktuk azt mondani, hogy jó, akkor megváltoztatom az úti célt. Barcelonába indultam, de véletlenül rossz felé kanyarodtam, Budapestnél, úgyhogy most inkább Moszkvába szeretnék menni. Nem, hanem a lehető legrövidebb úton visszatérünk az eredeti cél felé, és az eredeti irányt akarom követni. Jézus azt mondja, hogy én vagyok magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, vagyis senki sem találja meg Istent, és így életet, célját, beteljesedését csak rajtam keresztül. Ezt Jézus saját magáról mondja. Éppen a nemzeti ünnepünket hagytuk magunk mögött, közösségi szinten is utakat keresünk, merre tovább Magyarország, merre tovább Szolnok a 21. században, de ugyanez érdekel bennünket a saját személyes életünkre nézve is. Hogyan lehet eligazodni ebben a mai, elég gyorsan változó világban? Csak úgy, hogyha személyes és élő kapcsolatunk van az élő Istennel. Töltsük le a térkép legfrissebb verzióját. Lépjünk kapcsolatba az élő Jézussal. A cél változatlan, ő maga. Ne érjük be kisebbel, ne érjük be kevesebbel. A Biblia nem beszűkíti az emberi élet célját és értelmét, nem azt mondja, hogy ezt se akard, arra se vágyjál, hanem azt mondja, hogy a vágyaid azok legyenek még merészebbek. Ne érd be kevesebbel, mint maga Isten. Ha isteni életet akarunk, ha az életünknek az igazi célját és értelmét akarjuk, akkor töltsük le a térkép legfrissebb verzióját, és keressük azt, hogy hogyan lehet a 21. században mai magyarországi szolnoki emberként megtalálni az élő Istennel való kapcsolatot. Ajánlok a kedves nézőknek a figyelmébe egy éneket is, Pintér Bélának az Újra tervezés című számát, ez sokat segíthet könnyed stílusban eligazodni ebben, és a következő adásban pedig végre arra a kérdésre is választ keresünk, hogy és hogyan épül újra ez a kapcsolat. Mi ennek az elérési útja? Hát jó utat kívánok mindenkinek, viszontlátásra!